Károli könyvek sorozatban megjelent Landauer Attila kisebbségkutató forrásműve a Kárpát-medencei cigányok és egyházak kapcsolatáról. A forrásművet az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság és az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közös író-olvasó találkozóján mutatták be a nagy közönségnek a Rázgyöngyi Közösségi Központban. A Lármattan kiadónál egy hónapja megjelent könyvről Nagy Pál levéltáros, történész és Szuhai Péter muzeológus, antropológus beszélgetett a szerzővel. Hát erre még nem volt példa, hogy könyvbemutató legyen itt a Rázgyöngyi Közösségi Központban. Mérföldkő ez? Igen, szeretnénk egy folyamatot elindítani. Újpest önkormányzata támogatta a Roma Könyvtár megalapítását Újpesten, és annak az első olyan rendezvénye, amiben nem csak a könyveket gyűjtjük, hanem teret adunk ilyen programoknak is, ahol fontos forrásműveket be tudunk mutatni, ami a magyarországi cigánysággal kapcsolatos. Hiszen a cigányságnál rendkívül hiányzik a forrás munkák. Szóval olyan hiányosságok vannak, amik más népcsoportoknál megvannak. Itt viszont most kezd el kialakulni. De hogy mondjak egy érdekességet, van a könyvnek újpesti vonatkozása is. Pozsár Endre személyében, aki katolikus plébános volt, itt halt meg Újpesten 1933-ban, és neki az unokatestvére, az Újpesti Cigányzenekar a megalapítója, Pozsár Marci. Mi indította önt arra, hogy ezt a körülbelül 260 forrásműből álló kötetet létrehozza? Kutatatlan terület, tehát az egyházak és a cigányság kapcsolat az olyas valami, amiről sok embernek van véleménye, de igen kevés embernek van tényleges ismerete. Úgy szeretünk úgy gondolkodni, mintha a modern értelme vett cigánymissziót nem előzte volna meg semmiféle kapcsolat a Kárpát-medencei cigánynépesség és a történelmi egyházak között. Na most erről nincs szó. Milyen vonalon kapcsolódott a cigányság az egyházhoz, a hit, a vallás vagy az oktatás területén? Ha szigorúan a könyvből meg a mai fogalmainkból indulok ki, akkor itt gyakorlatilag ezek a területek mosódnak össze. Tehát egyrészt az egyházi felelősség fölmerült, az oktatás, a szélesen értelmezett oktatás problémaköre, és még egy, amit kevesen tudnak, vagy kevéssé szokott ismert lenni, a tudományos megismerés. Tehát gyakorlatilag a modern cigánykutatás, vagy éppen a modern ciganisztika, az elsődlegesen is kárpát-medencei, és főként protestáns szerzőkhöz köthető. Miért pont a debreceni zsinattól indul a történet? Az 1567-es debreceni zsinat esetén hipotézisem van, ugye ezzel alakult meg a magyarországi református egyház. Maga a reformáció egyfajta erős odafordulást jelentett az alsó társadalmi rétegek felé. A debreceni zsinat cigányokra vonatkozó megfogalmazásai azok nagyon úgy tűnik, hogy korábbi pár évvel korábbi hugenotta egyházi dokumentumok hatását látszanak tükrözni. Tehát ha úgy tetszik, akkor francia protestáns minta. A kötet egyik értéke az, hogy a cigány értelmiségiekről sokat tudunk meg belőle. Hát a többet, amit eddig tudtunk, ugye hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy a felsőoktatásban csak valamikor a közvetlen közelmúltban kezdenek cigány származású fiatalok feltűnni. Hát erről nincs szó. Korábban azért nem volt teljesen ismeretlen, de ezzel a könyvvel valószínűleg még jobban bekerül a köztudatba, hogy az 1600-as években már bizonyosan beszélhetünk, legalábbis a protestáns oktatásba bekerült cigány származású fiatalokról. Így módon pedig a protestáns értelmiségiek között is voltak cigány származású emberek. 1953-mal ér véget a gyűjtemény, miért pont akkor? Ennek egészen konkrét oka van, a gyűjtemény leghosszabb írása egy 40-es években készült írás. Sárközi Jakab Gyula, cigány származású vasúti tisztviselő, körülbelül 70 oldalas Le Rom című sajátos, kicsit zavaros, de rendkívül tanulságos fogalmazványa. Sárközi Jakab Gyula egy olasz cigány származású, erősen katolikus ember lett. Sárközi Jakab Gyula élettörténetét, pontosabban a magyarországi sorsát zárja le az, hogy 1953-ban egy katolikus pártkezdeményezés felszámolásakor börtönbe zárták.
az 53-as dokumentum az az ő általa fogalmazott a Magyar Keresztény Néppárt nevű aprócska kezdeményezésnek egy röplapja. 1953. augusztusában készült ez a röplap, Sárközi Jakab Gyula és a barátai sorstársai 53. szeptemberében már börtönbe kerültek. Kiknek ajánlja ezt a kötetet? Hát gyakorlatilag azoknak, akiket a magyarországi cigányság szélesen értelmezett története valahogy mélyebben érdekel, valamint azoknak, akiket valaha tanítottam, vagy tanítok. Tulajdonképpen az oktatásban használtam a korábbi változatait kéziratként az elmúlt években. Részben Debrecenben, részben itt már a Károlin. Hát szeretném hinni, hogy azért többen is felfigyelnek majd rá, hogy talán van némi pozitív hozadéka és értelme ennek.